Kedves fiatalok, illetve tisztelt szülők, akiknek a gyerekei Brassóban folytatják az egyetemi éveiket, tanulmányaikat, kedves fiatalok, akik Brassóban folytatjátok, az elkövetkező percekben Szabó Barbi székudvarhelyi egyetemistának a véleményét, az álláspontját hallhatjátok. Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda után bemutatjuk most a brassói egyetemi életnek a lehetőségeit, a kihívását. Az igazság, hogy én Brassót annyira ismerem, mint a tenyeremet, hisz sok éven keresztül oda jártam udvarolni, akár hetente többször is, úgyhogy legalábbis az ezelőtt 25-30 éves időszakban az ifjúsági élet nagyon aktív volt, a magyar ifjúsági élet is nagyon-nagyon szervezett volt. Én arra tudom hívni minden Brassóban tanuló egyetemistának a figyelmét, az érzékenységét, hogy igen, érdemes a brassói egyetemista életben szervezeti szinten is bekapcsolódni, és érdemes társakért együtt dolgozni, illetve Brassó Székelyföld közelségében szinte akár naponta, legalábbis én amíg udvaroltam, olyan is volt, hogy naponta többször megjártam Csíkszereda Brassó útvonalat, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy mobilisan, jókedvűen, és hát kitekintéssel, jó példáknak a hazahozatalával teljenek az egyetemi évek. Erre hívok minden kedves egyetemistát, és várom a brassói egyetemi projektek ügyében is, hogyha van bármilyen kezdeményezés, bármilyen, amiben a megyei tanácsunk együtt tud dolgozni, szívesen vállaljuk tartalmas évet a brassói magyar egyetemistáknak. Sziasztok! Szabó Barbara vagyok, a Brassói Erdély Egyetem harmadéves optometriai hallgatója, emellett a Brassói Magyar Diák Szövetség aktív tagja. Nos, milyen kérdések merülnek fel egy Brassóba készülő egyetemistának a fejében? Hogyan tud lakáshoz jutni, milyen felületeken tud keresni lakást, illetve milyen árakban mozognak ezek a lakások? Nos, lakáshoz jutni egy Facebook oldalon lehet, amit a Transzilvánia Egyetem diákei hoztak létre pontosan egy célból, hogy megkérdessék kiadó szobájukat, illetve ha éppen arra van szükségük. A lakásárak azok közel azonosak, mint Kolozsváron vagy Vásárhelyen, nincs olyan nagy különbség. Jó negyednek nyilván a központi rész számít, viszont sokban függ attól, hogy ki milyen szakot választott, hiszen az egyetemnek nagyon sok szétszórt épülete van a városban, úgyhogy érdemes inkább ahhoz közel lakást keresni. Hogyan lehet bent lakáshoz jutni? Az egyetemi bentlakásba a jelentkezés a beiratkozáskor történik, amikor is a jelentkezési űrlapon be kell jelölni azt a rubrikát, hogy igényelek bentlakást. És ennyi igazából. Általában az első évesek mindig kapnak bentlakást, igaz, hogy utolsó körökben, de nem kell aggódni, hogyha valaki igényel bentlakást, valószínűleg fog is kapni. Én nagyon ajánlom, főleg azoknak a magyar diákoknak, akiknek nehézséget okoz a román nyelv, hiszen valószínűleg, hogy románokkal fog egy szalba kerülni, és például én is úgy tanultam meg jól románul, hogy románokkal laktam, és nap mint nap használtam a nyelvet, úgyhogy ajánlom. Illetve más bentlakás lehetőség is van, a különböző felekezetű bentlakások, ilyen például a katolikus vagy a református bentlakás, ezek központi részen helyezkednek el, szinte prémium helyen, viszont ide a bejutás úgy történik, hogy fel kell venni az egyházzal a kapcsolatot, és általuk lehet csak bejutni, viszont sietni kell, mert elég hamar betelnek a helyek. Mivel foglalkozik a Brassói Magyar Diák Szövetség, illetve milyen gólyaprogramokat szervez? Brassói Magyar Diák Szövetség a Brassóban tanuló diákoknak, illetve gólyáknak szervez szórakoztató és közösségformáló programokat. A BMD szerepe a szórakoztatáson kívül, hogy összekötetésben áll az Országos Magyar Diák Szövetséggel, ezáltal érdekképviseleti szinten is képviselik a brassói magyar diákokat. A gólya programok a városnéző séták, a város felfedező éjszakai túrák, illetve gólyatábor és gólya programokban merül ki. Emellett számos partit szervezünk, meg tök jó, hasznos előadást is, amik fejlesztik a diákokat. Próbáljuk fenntartani és összetartani a brassói magyarokat, hiszen nagyon sokan nyelvi okokból mondanak le az egyetemről, de tudniuk kell, hogy nem, nincsenek egyedül. Nekünk is ugyanolyan nehéz volt elindulni, és a támasznyújtás, amit ad a Brassói Magyar Diák Szövetség, hogy
ne csükkenjenek, mások is voltak ugyanolyan helyzetben, sőt, lehet talán rosszabban is. Milyen diákmunkák vannak, illetve milyen felületeken lehet ezeket a diákmunkákat megtalálni? Nos, a Brassói Magyar Diák Szövetséghez már szokták keresni különböző munkalehetőségekkel, amiket a Facebook főoldalunkon, a Brassói Magyar Diák Szövetség oldalán szoktunk megosztani, hogy mindenkihez eljusson ez az információ. Emellett az Országos Magyar Diák Szövetségnek van egy zárt Facebook csoportja, a Vagoly Mondja csoport, ahol az aktuális pályázatírásokat szokták megosztani. Ez remek lehetőség a magánvállalkozó szellemű diákok számára, illetve a világotlátóknak. A más diákmunkák, amiket Brassóban lehet csinálni egyetem mellett, a különböző futárszolgálatok, illetve a taxizás. Az elég gyakori. Milyen program lehetőségek vannak Brassóban, mivel töltik szabadidejüket a brassói egyetemisták? Én általában sétálni és vásárolni szoktam, Brassó egy gyönyörű szép város, még lehet új és újabb helyeket felfedezni. Emellett a sportolni vágyóknak ajánlom figyelmükbe Románia szinte egyik legújabb és legnagyobb falmászó termét, ami szintén Brassóban található, picit külvárosi részen, de annyira szép, annyira fantasztikus, hogy megéri hetente egyszer-kétszer eljárni oda. Illetve nagyon sok sportpálya van. A kedvenceim azok a Cenk alatt találhatóak, ahol gyönyörű szép a naplemente, és utána tök jól ki vannak világítva, úgyhogy sötétedés után is lehet használni azokat a pályákat, természetesen teljesen ingyen. A központi részen rengeteg sok szórakozó hely található. Az egyetemen is szoktak szórólapokat osztogatni, hogy mikor nyílt új hely, mikor lesz új partner, mikor lesznek valami jó akciók. Ami kihagyhatatlan, azok a kedde esti karaoke partik. A Sétáló utcában egy írkocsmában szokták tartani ezeket a karaoke estéket. Általában Erasmusos diákok szoktak jönni, nekik megéri oda minimum egyszer elmenni. Hogyan működik a tömegközlekedés Brassóban? Nos, a tömegközlekedés az elektromos buszokkal történik Brassóban. Fantasztikusak, folyamatosan járnak, több járat van a város különböző pontjában, el lehet jutni szinte a bárhonnan, bárhova. Diákoknak van kedvezmény a tömegközlekedésre, elég jó. Keressetek nyugodtan a Brassói Magyar Diák Szövetséget, keressetek minket bizalommal, hisz mi a Brassói Magyar Diákokért vagyunk, és nem fordítva. Sziasztok!